Na no, szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok és elérkeztünk a legeslegújabb Brawl stars videómhoz és méghozzá egy nem akármilyen videóhoz érkeztünk el, ugyanis brutális költekezésbe fogok kezdeni. Szerintem soha nem vásároltam még olyan offert, amiben 20, tehát nem is tudom megmutatni, 20 darab mega box lesz megtalálható, illetve 200 darab gem. Viszont bizony, hogy a Black Friday, Cyber Monday alkalmával ugye érkeztek ezek a Cyber Week offerek a múlt héten, és még a mai napon is tart egy pár darab. És hát mi ebből is egy nem akármilyet fogunk megvásárolni, ugyanis 7000 forintért 20 megaboxot és 200 darab gemet fogunk bezsebelni a mai videóban. A saját fiókomon egyébként, szóval az a kis uh, érdekesség, hogy karaktert azt nem fogunk tudni nyitni ezekből a ládákból, viszont uh, igazából gear scrapet, gear tokent, azt nagyon sokat fogunk tudni nyitni, és ami most a legfontosabb a játékban talán, azon kívül, hogy nyilván coin meg token duplázót is nyitunk majd, az az, hogy rengeteg-rengeteg fejlesztő pontot nyitunk a karakterekre, tehát ez tényleg nagyon-nagyon fontos, mert most azért alig tudok még valaki tízesre fejleszteni, igazából egy darab, egy karakter tudtam meget, és uh, hát még egy csomó mindenkit az összes többi karaktert elég messze vagyok at attól, hogy fejleszem, szóval nagyon jó lesz a kis fejlesztő pont, azért 20 megabox az nem kevés, illetve nyilvánvalóan a drop létjeimet is nagyon javítja, ha majd decemberben érkezik egy új brawler nagy valószínűséggel, aki ugye nem kromatik lesz, akkor őt majd ki kell nyitni, és hát az a helyzet, hogy most ha kinyitunk 20 megaboxot, akkor azért valljuk be, hogy sokkal jobbak lesznek majd a drop rating, akkor, amikor egyszer érkezik egy olyan karakter, akit ki kell nyitni, és sokkal nagyobb eséllyel fogjuk őt majd kinyitni a későbbiekben, szóval mindenféleképpen jó lesz el nekünk ez a 20 megabox, illetve a 200 gemre pedig azért lesz szükségem, ugyanis Instagramon megkérdeztem tőletek, hogy melyik skint vásárolja meg a mostani legendás skin offerek közül, szóval nem csak offert, hanem még Skint is fogunk vásárolni a mai videóban. De hogy pontosan milyen skinek közül választhatatok, és hogy végül melyik skin fogom megvásárolni, az majd ki fog derülni a videóban. Szóval lesz itt mindenféle különböző vásárlás, srácok! Na szóval srácok, itt is vagyunk a játékba, ugye tudhatjátok, hogy nekem már nem hiányzik senki, csak Lola, akit egyelőre viszont még sajnos nem tudok kinyitni, ugyanis a 21-es tíren vagyok, de hát majd nyilvánvalóan őt is megpróbáljuk megszerezni egy későbbi videóban. De a mai napon erre a hatalmas 20 megaboxos 200 gemes offerre fogunk lecsapni, úgyhogy csapjunk is le rá! Na és hát srácok, itt is van a 200 gem, ami a leges leginkább kell nekünk, legalábbis ez az, ami miatt alapból felkeltett az érdeklődésemet ez az offer, de persze mellette ott van még Megaboxból egészen pontosan 20 darab, ami ezért valljuk be, hogy szintén eléggé komoly lesz, úgyhogy el is kezdjük ezeket nyitogatni, ugye ezekben új karakter nem lehet ugyan, de Gearscrap, illetve Uh, Gír token, meg hasonló dolgok lehetnek, illetve rengeteg-rengeteg fejlesztő pont, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk lesz. Úgyhogy nézzük is meg az első ládát, mert egyből ott is van a hat item, ami azt jelenti, hogy van benne gear scrap, gear token viszont nem, viszont a fejlesztő pontok vannak, és ott van benne a token duplázó is. Itt is van a második megaboxunk, amiben viszont 7 item van, ami azt jelenti, hogy ott van a gear scrap, ott van a gear token, a resistance, és még a további fejlesztési pontok is megtaláltuk benne. Egyből nyomjuk a következő ládát is, ebben hatájtem van, ott vannak benne a gear scrap-ek bizony, ezen kívül egy csomó, csomó fejlesztési pont. Na de itt is van a következő megaboxunk, srácok, nézzük is meg! Ez is egy hat itemes megabox, ebben is ugye akkor csak a gear scrap található meg, illetve különböző fejlesztő pontok. Nézzük a következőt. Nem tudom egyébként, ott is van a 7 item, hogy mennyire érte meg ezt megvásárolni, ezt döntsétek el ti. Igazából ugye új karaktert sajnos nem tudunk nyitni ezekből, szóval tényleg igazából ezekben az újabb hét láthatjuk, és az újabb gear tokent, illetve gear scrapet, Igazából ezek azért érték meg ezek a ládák, mert így rengeteg gear scrapünk, rengeteg gear tokenünk, jóval több pénzünk, és jóval több fejlesztő pontunk lesz. Közben megint egy 6 itemes ládát uh, nyitottunk, jöhet is a Következő megabox, nem is tudom, hogy vettem-e már ilyen offert, amiben 20 darab megabox található. Ö, azért ez elég durva, még akkor se vettem, szerintem, ilyet, amikor még hiányzott karakter. De hát ö, most ez a helyzet, megint csak hatálytem, ez a helyzet, hogy most nagyon jól jönnek ezek a a gearscrapek, a girtokenek gear is, illetve a pénz is, de főképpen a fejlesztő pontok, ugyanis hát ezekből van most nagyon-nagyon nagy hiány, így az új update óta, ott az újabb gear ö, token, igazából az újabb resistance, ebből már többet is nyitottunk, úgyhogy ö, hát ebből lesz bőven, következő megabox mehet könyökkel, nem mintha ez bármit is számítana de azért beadja a hét itemet, hogy ne csak gear ö, scrap, hanem gear token is legyen benne, ráadásul mivel könnyük power, ezért hát látjátok, hogy egyből be is adta a kettő darab speedes gear tokent. ezen kívül ott vannak a fejlesztő pontok is úgy, ahogy kell, de látjátok, hogy nagyon lassan haladunk, nagyon lassan haladunk a, a 890 fejlesztő pont fele, nagyon nehéz elérni annyi fejlesztő pontot, úgyhogy biztos, hogy jól jönnek ezek a ládák, és hát valószínűleg kell majd még kell majd még különböző offereket, fejlesztőpontokat, stb. vásárolnunk, hogy egyáltalán elérjük ezeket a, a, szinteket, mert, mert tényleg azért elég, elég nehéz. Elég nehéz srácok elérni, úgyhogy, úgyhogy jó, hogy meggel elértük, és egyáltalán tudunk folyamatosan gírszkrepet és gírtokeneket is nyitogatni, mert így legalább van értelme ezeknek a ládáknak de a legtöbben csak gear scrap van, azért nyitottunk már pár gear tokent is, úgyhogy ezt most egy kis újjal nézzük meg, hát ha, hát ez sajnos ez is egy hatálytem, de legalább 90 darab gear scrap azért ennél általában kevesebb volt benne, és legalább ott van a token duplázó is, azért ez is jól fog jönni, nézzük is meg a következő megaboxot, ott is van srácok az újabb 7 item, megint csak a gear scrap, ott van megint a gear token, megint a resistance, mint hogyha muszáj lenne azt uh, nyitnunk, és megint ott van a token duplázó is igazából. Ugye, hogyha Brawl Pass végig visszük, azért ott vannak különböző fejlesztő pontok, közben újabb 7 item, szóval azért ott a fejlesztő pontokból vannak, tudjátok, ilyen 500-asok is, meg több százas, meg 200-as, azokból azért majd lehet fejleszgetni a karaktereket, és akkor tudunk majd ö, több rollerre és gireket lekraftolni, közben egy újabb 6 itemes megaboxot nyitottunk ki, illetve itt van a következő, amit nézzük meg orpower rel hát ha ez is 7 item lesz, és ott is van srácok, a 7 item, be is adja a gear és a három darab gear tokent. hát még konkrétan ilyenkor is lehet használni a különböző taktikákat, ugyanis három darab ö, gear token egy ládában mosolt először az OrPower power segítségével, ö, és igazából bónusz most nincsen, emberre kaptunk 62-t a végén, ami azért egész jónak volt mondható, és az azt jelenti, hogy azért elég sok gemünk és elég sok koinunk is lett, ami mindenféleképpen király, viszont elfogytak a ládák, úgyhogy hát ez lett volna ez a nagy-nagy offer először is, amit mindenféleképpen meg akartam vásárolni, és, és igazából hát szerintem, hát azt, azt, mondjuk azt, hogy azért valószínűleg megérte volna, hogyha legalább Lolát ki tudjuk belőle nyitni, de hát sajnos még nem vagyok a tier 30-nál, lehet azt el kellett volna érni, de hát sajnos ez az offer mai napon lejárt, úgyhogy vagy holnap már nem lehetett volna megvásárolni, és hát egy nap alatt 9 tírt, az sajnos nem annyira lehetett elérni, szóval az lett volna jó, hogyha Lolára legalább van, van, benne esélyünk a ládákban, de hát ezt majd valamikor máskor megpróbáljuk kinyitni. Az biztos, hogy a drop is javult, majd ha esetleg decemberben nem kromatik karakter érkezik, mert az új season csak januárba fog jönni, akkor legalább lesz valami értelme annak, hogy hát ezt most sajnos nem tudjuk megnézni, de majd, ha nyilván jön egy, egy ritkább karakter, mondjuk jön a játékba egy legendary, vagy egy, egy mitik, inkább arra van nagyobb esély szerintem, hogy egy mitik, vagy egy epik karakter, vagy esetleg végre valahára egy superer, vagy egy rare, akkor azokat jóval könnyebben ki fogjuk tudni nyitni, mert most 20 megabox mind javította a drop és egyébként van itt is egy megaboxunk, úgyhogy ha gondoljátok, még ezt is kinyithatjuk így a, a nyitások végére, és ebben is hét item van, ebben is ott van. Még egy resistance, kíváncsi vagyok, hány darab van egyébként, úgy őszintén, surge viszont elég közel kerültünk a fejlesztéshez, azt, azt kell, hogy mondjam. Igazából szerintem Surge van a legközelebb ahhoz, hogy tízesre tudjuk majd fejleszteni. Ö, meget meg már ugye fejlesztettük ö, tízes szintre. Szóval, uh, szóval szerintem Surge lesz a második, aki tudni fogunk, azért Spike is már így haladgat, de hát látjátok, hogy még azért nagyon sok kell. Szóval mindenképpen majd ugye a Brawl pass ahogy haladunk, és én megvásárolom a Brawl pass is valószínűleg. Itt lesznek először ilyen 50-esek, aztán ilyen 125 esek aztán majd a későbbiekben ilyen kisebb fejlesztőpontokon kívül lesznek majd nagyobbak is. És most, ami következik, az nem más, mint ugye a Legendary Skin vásárlás. Ugye hát nem maradhatunk meg itt ennyiben, hogy így kinyitottunk 21 megaboxot, és uh, szereztünk 200 ingyenes gemet, és hát nem ingyeneset, hát végül is megvettük. Hanem most jön az igazi java, ugyanis itt vannak a legendary skinek, és ugye kiraktam nektek, hogy szavazzátok meg, hogy melyik skint vásároljuk meg, az alábbi kettőből, a Lantern Sandyből és az Ember de Vegából. Szerintem mind a kettő, ugye, hogy mondtam, nagyon jó skin, és mind a kettőt nagyon-nagyon szívesen megvenném, viszont ti úgy döntöttetek, nagyon-nagyon kevésen Múlt, szóval talán az eddig egyik legszorosabb ilyen Instagramos szavazás volt, Instagramon szavaztattam egyébként meg, de úgy döntöttetek, hogy a Lantern Sandit vásárolja meg, úgyhogy ezt fogjuk mindjárt megtenni, Egyébként, ha máskor ti is akartok szavazni és nem követtek még Instagramon és ti is bele akartok szólni, hogy akár mit vásárolok meg vagy akár milyen videó legyen hamarabb, mondjuk későbbiekben, akkor mindenféleképpen a leírásban megtehetjük az Instagramomat, kövessetek be ott is, hogy nem maradjatok le a plusz tartalmakról sem. Na de akkor srácok, itt is van Lenturned Sandy brawler modell, effektusok, animációk és textúra, az ultia is, a lövése is, minden, amit csak el tudtok képzelni, meg van csinálva, és ez egy legendás skin, amiből egyelőre egyetlen egy darab van nekem meg a Phoenix cross szóval ezért már alapból nem akartam a megacrow megvenni, és a Dino Leon is egy nagyon menő skin, de Leonra is van már skinem, valamint a Robo Spike is egy nagyon menő skin, viszont Spike-ra is van már skinem, úgyhogy ezért maradtam annyiban, hogy ez a két nagyon menő skin, a Lantern Sand és az Ember de Vega lesz az, ami közül dönthettek, és amik közül megválaszthatjátok, hogy melyik skint vegyen meg. Ugye majdnem ugyanannyiba is kerülnek, majdnem nagyjából ugyanazokat a dolgokat is tudják. Egy picikét olcsóbb, 10 gemmel olcsóbb a Lantern Sandy, és ezt szavaztátok meg. Igazából, úgyhogy nincs más hátra srácok, mint hogy az első Sandy skinemet a játékban, a második legendás skinemet a játékban, a Lantern sandy meg is vásároljam, ott is pörög srácok, itt is van a Lantern Sandy az új legendári skinem, amit ti miattatok vettem meg, ti akartátok, ti választottátok meg, hogy ezt a skin-t vegyem meg. Ugye a régebbiekben is volt már ilyen, régebben is volt már ilyen, hogy ti szavaztátok meg, hogy melyik skin-t vegyen meg, és többször is tetszett nektek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megint uh, igazából ti dönthetitek el, és a Lantern Sandy lett a választott. Úgyhogy itt is van ez a nagyon menő skin, meg is van vásárolva nézzük is meg, srácok, a brawlereink között ö, már nem csak króra, hanem Sandy-re is bizony bizony nem ezt a, hát nem annyira csúnya, de azért mégis csak nem ezt az átlagos default Sandy-t szeretnék használni, hanem a lantern Sandy-t itt is van, be is van állítva. Ugye alapvetően annak azért is örülök, hogy ez lett, mert ember azért szerintem alapból is jobban néz ki, tehát jobban néz ki maga a karakter, ö, mint, mint szendinek az alapmodellje. Szóval szendire mindenféleképpen örülök, hogy azért ezt a skin sikerült megvenni. Persze az ember, de a Vega is jó lenne, de hát lehet, hogy majd azt máskor. Úgyhogy azt mondom, hogy ha már megvásároltuk ezt a nagyon menő skin-t, akkor csapassunk is vele egy mérkőzés, hogy meg is nézzük, hogy pontosan milyen is ez a skin. Úgyhogy srácok, itt is vagyunk egy Showdown Plus mérkőzésben. Látjátok, ahogy szedem ki a ládákat már, hogy a lövés animációja mennyire, mennyire menő, de nem bírom kiszedni a ládákat, mert ide emberkedik egy kolt, akit igazán meg kéne ölnünk. Aha, azt elcsesztett haver. Azt nagyon elcsesztett, szevasz, szia, köszönjük szépen, meg is van az első killünk. Hát sajnos, hogy csak egy power cube lett a kettő helyett, de hát ennyi baj legyen. Folyamatosan láthatjátok, hogy mennyire, mennyire menő a lövés animációja, rohadtul feltűnően ö, van kidolgozva, nagyon-nagyon jól néz ki szerintem, és nagyon-nagyon szépen meg is öltük közben a brokkot is, és most már be is van töltve az ulting, szóval mindjárt azt is ö, láthatjátok, hogy az ultia maga milyen, ú de menő srácok, úristen de jól néz ki én is tudtam, hogy azért menül néz ki, de nem tudtam, hogy pontosan milyen, és most látom, hogy azért, azért ezt megérte megvásárolni, azt kell, hogy mondjam, eléggé, eléggé király, eléggé király, azt kell, hogy mondjam, tényleg ez, ez a skin. Jó ránk a gin, nagyon viszont, jajaj. Jaj. azt haver azt, ott, 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 azt nem tudom, mit akartál igazából, Power cube azért bemegyünk biztos, ami biztos, hát ha meghalunk. Jól van, itt egy két kósza Power Cube-a, bár itt pont nem érjük el sajnos. Á, nem a ránk Hát ez egy negyedik hely lett, viszont mivel három embert is megöltünk, ezért valószínűleg sok kupát fogunk tudni ezzel a negyedik helyel is szerezni. Ugye 5 plusz kupa és még 6 plusz kupa, plusz ilyen 2 mínusz, szóval 5 meg 4, 9 kupát szereztünk egy meccs alatt, ami azért nem rossz. Elég jó ez a skin, elég jó ez a skin. Úgyhogy srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett nektek, hogy azért megint csak őrült költekezésbe kezdtem a Brawl Stars-on belül. 20 darab megaboxot nyitottunk, plusz ugye még egyet a Pessen, és azért elég sok új fejlesztőpontot sikerült szerezni a karakterekre, egy jó adag token duplázót, és ami a legfontosabb, egy jó adag gear scrapet és gear tokent, amit majd, a végre valahára elérünk egy kis fejlesztőpontot pontot a Pessen, valamint még több ládát nyitunk, amiből szintén kapunk fejlesztő pontokat, akkor nagyon-nagyon király lesz, hogy craftolni már rengeteg gírt fogunk tudni, és tovább haladni a játékban az esetleges újra maxolás felé, de azért az még odébb van, valljuk be, mert a level 11-hez meg még több fejlesztőpont kell, szóval azért megvannak újra a kihívások a játékban, a klubligában egyébként elsők lettünk az előző szezonban, szóval GG Hunter Gang, azt is csapatjuk gőzerővel, illetve hát nektek köszönhetően egy nagyon-nagyon menő új skinem is lett, méghozzá a Lantern Sandy, úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy ezt megszavaztátok, ugyanis egy nagyon király skin, persze nyilvánvalóan az Ember de la Vega is nagyon-nagyon jó lett volna, de ennek egy kicsit még jobban látszódik a menetben, mind a, a lövési effektusa, mind az ultia, ugye sokkal ö, nagyobb ö, helyet foglal el a pályán, és így sokkal feltűnőbb az, hogy neked egy rohadt menő skined van, úgyhogy végül is örülök, hogy ezt a skint vásároltam meg, és örülök, hogy ezt szavaztátok meg, úgyhogy köszi mindenkinek, srácok, aki szavazott, illetve köszi mindenkinek, aki itt volt ebben a videóban is, csapjátok egy lájkot, hogyha tetszett nektek, és szeretnétek még, hogy máskor is vásároljak különböző dolgokat, akár tesómnak, vagy haveromnak, olyan fiókokon, ahol ugye még karaktert is nyithatunk, akár saját magamnak, majd amikor például jön egy új karakter, akkor is azért lesz jó nagy ládanyitogatás, szóval ne aggódjatok, lesznek itt még izgalmas tartalmak, hogyha szeretnétek még hasonlókat, akkor tényleg iratkozzatok fel és nyomjatok a csengőt, hogy nehogy lemaradjatok a következő brolasztázós videókról. És még ha megosztjátok a videót haverokkal, ismerősökkel, elkülditek barátoknak, bekülditek csoportokba, hogy ők sem maradjanak az érdekes brolasztázós tartalmakról, akkor azt szintén nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Illetve köszönjük még egyszer, hogy itt voltok a mai videóban is, találkozunk legközelebb is, várlak visszatiteket, Hunter voltam, szevasztok!